csokkolom, jó reggelt! Vagy fölmehet direktbe a... Azért mondom, hogy direktbe fölmehet, hagyhatja benne a kártyáját? Ide. Igen, jobb ezeket. Berta Szilvia kivételével mindenki itt van. Egyetek, ilyen van. Parlamenti alelnöknek hívására tartottam az ételek estét. Azon. Ó, mekkora megtiszteltetés számunkra, hogy ezen a maga szinten van a képviselete a hivatalnak. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim! Köszöntöm valamennyiüket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri mai munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívül ülésszakának második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Göndör István jegyzőurak lesznek a segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirendelőti felszólalásra jelentkezett Mile Lajos képviselő úr az LMP képviselőcsoportból, a Magyar Elnökség és Európai Gazdasági Kormányzás címmel. Megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, kedves képviselőtársaim! Lassan véget ér Magyarország Európa Uniós elnöksége. Tudjuk, hogy az EU elnökség nem látványpékség, és elismerjük, hogy számos kevésbé látványos európai ügyben valóban komoly előrelépés történt az elmúlt fél évben. A magyar elnökség legkomolyabb eredménye lehet, ha sikerül tető alá hozni az EU gazdasági kormányzásának reformját, azaz a június 24-i tanácsülés elfogadja a 6 szabályból álló csomagot, sajnos ennek a lehetőségnek a megvalósulása most, az utolsó pillanatban is bizonytalan. Múlt csütörtökön a legfontosabb kérdésben, jelesül a fordított szavazási eljárás kiterjesztésének kérdésében nem tudott megállapodni a tanács és az Európai Parlament. Az idő nagyon szorít, mégis bízunk benne, hogy sikerül elsimítani a különbségeket. Elismerjük, nem könnyű feladat fél év alatt felépíteni a gazdasági kormányzás teljes új rendszerét, amikor sokkal kisebb horderejű ügyekben sokszor évekig nem születik egyesség az uniós intézmények között. A kezelendő probléma viszont annyira súlyos,
hogy a késlekedés beláthatatlan következményekkel járhat. A görög válsággal immáron másfél éve nem tud mit kezdeni az Unió, az új szabályok viszont hozzájárulhatnának a hitelesség minimumának helyreállításához. Tisztelt képviselőtársaim! A jelzett uniós jogszabályok lehetővé tennék az eddigieknél hatékonyabb közös fellépést a költségvetési hiány és az államadóság ellen. Életbelépésük esetén könnyebben elkerülhető a görög válsághoz hasonló helyzetek kialakulása. Az új szabályok azt is megakadályoznák, hogy a nagy tagállamok kibújhassanak a hiánycsökkentési kötelezettség alól, ahogy ezt korábban Németország és Franciaország megtette. Ugyanakkor számos olyan elem van, amely a lehet más a politika számára aggályos. Nincs garancia arra, hogy a hiánycsökkentés nem fog gazdasági visszaesést eredményezni. Ezt már most látjuk a görög és részben a magyar példán is. A megszorítások csak tovább fokozták a gazdasági társadalmi válságot. A javaslatcsomag a szociális és fenntarthatósági szempontokat sem veszi figyelembe. A társadalom semmilyen rétegét nem kíméli, sőt borítékolható, hogy az előírt kiigazítások a középosztályt és a legrosszabb helyzetben lévőket fogják sújtani. A lehet más a politika úgy véli, a valóban fenntartható költségvetés nem elsősorban a kiadások csökkentését jelenti, hanem azok átcsoportosítását a jövőt szolgáló beruházások irányába. A most vitatott hatos javaslatcsomag mellett a már működő Európai Szemeszter intézménye a tagállamok költségvetéseinek összehangolását és átláthatóságát segíti. A szemeszter bevezetésével kapcsolatos teendőket a magyar elnökség színvonalosan látta el, és itt kell megdicsérni az apparátus tagjait, a különböző szakmai, szakpolitikai, diplomáciai testületek tagjait. Végezték a dolgukat. Sajnos az átláthatóság tekintetében a magyar költségvetés is hagy kívánivalót maga után, ahogy ezt a két uniós biztos és Matolcsy miniszter úr vitája is bizonyítja. Tisztelt Országgyűlés! A görög adósságválságot szinte mindenki az államválságának tartja, ezért az utóbbi időben háttérbe szorult a pénzpiacok szabályozásának kérdése. Le kell szögeznünk ugyanakkor, hogy a válság oka nem csak az európai gazdasági kormányzás hiányossága, hanem a pénzügyi piacok szabályozatlansága is. Ezért szükség van a pénzügyi intézmények szigorúbb szabályozására unió szinten. Érdeklődéssel várjuk, hogy ezen a téren milyen konkrét eredményeket tud felmutatni a magyar elnökség. Tervben volt például, hogy az EU-s pénzügyminiszterek júniusi ülésén a kockázatos pénzügyi termékek szabályozásáról általános megállapodás fog születni. A tervek megvalósulásáról nem kaptunk tájékoztatást. Tisztelt Országgyűlés! Az államadósság egész Európa, nem csak Magyarország problémája, ezért a megoldás kulcsa is unió szinten van. Az uniós gazdasági kormányzás reformjának kudarca katasztrófához vezethet. Ezzel a magyar kormány is tisztában van. Ugyanakkor megvizsgálta-e a magyar elnökség azokat az alternatív javaslatokat, amelyek úgy teszik lehetővé a deficit csökkentését, hogy az ne okozzon maradandó károsodást az európai társadalmakban. Tudjuk, hogy az államadóság elleni harc, ha már ezt a haditudósításos retorikát használjuk, tehát ezen harc legjobb módja a jövőbe a fenntartható gazdaságba való beruházás, a zöld munkahelyteremtés. Az oktatást és az egészségügyet pedig tűzfallal kellene védeni a válságkezelés negatív hatásaitól. A gazdaságot ugyanis az élhető jövő érdekében, az élhető jövő felé érdemes kormányozni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Igen. Szatmári Kristóf államtitkár úr kér szó. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társam. Sok minden elhangzott a kérdésében, megpróbálom egy kicsit időrendileg is válaszolni az ott elhangzottakra. 2008-2009 folyamán elmélyülő gazdasági és pénzügyi válság fiskális hatásai a görög költségvetési problémák következtében az Európai Unió tagállamaiban a nagyon fontos lépéseket eszközölt. Az Európai Unióban megállapodtak, hogy gazdaságpolitikájukat a jövőben összehangolják, vagyis megújítják az unió gazdasági kormányzását. A magyar elnökség egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a bizottsággal és az Európai Parlamenttel szorosan együttműködve a bizottság által beterjesztett 6 jogszabályjavaslatról szóló tanácsi vitát továbbvigye, és 2011 nyarára, vagyis az EU magyar elnökségnek időszakában lezárja. A állam és kormányfőket tömörítő Európa Tanács 2010 közepén hozott létre egy miniszteri szintű ad-hoc munkacsoportot, azzal a céllal,
hogy a javaslatokat dolgozza ki a gazdaságpolitikai koordináció a válság következtében elengedhetetlenné vált megerősítésére. Az állandó elnök által vezetett csoport elképzeléseit az Európai Bizottság 2010. szeptember 29-én bemutatott jogszabálycsomagja is figyelembe vette. A bizottság által javasolt 6 jogszabály célja, hogy az új gazdaságpolitikai együttműködés és a hozzá kapcsolódó szankciók konkrét jogszabályok mentén automatikusan működjenek. A javaslat megerősíti a meglévő eszközöket és kiterjeszti a gazdasági koordinációra és költségvetési politikára gyakorolt hatásukat. Az Európai Tanács 2010. október 28-29-e ülése elfogadta a Task Force jelentését, 2010. novemberében felállítottak egy ad hoc tanácsi munkacsoportot azzal a céllal, hogy dolgozzon ki egységes tanácsi álláspontot a 6 jogszabályról. Ez az álláspont jelenti a mandátumot az Európai Parlamenttel való tárgyalásokon. Az ad hoc munkacsoport elnökségét 2011. január 1-től Magyarország vette át, az üléseket és a tárgyalásokat Kálmán András államtitkár úr vezette. A magyar elnökség első sikereként 2011. március 15-én az eredeti terveknek megfelelően viszonylag kemény tárgyalások nyomán megszületett az egységes tanácsi álláspont, amelyet az európai gazdasági és pénzügyminiszterekből álló ECOFIN tanácsi formáció fogadott el. A 6 jogszabály többségénél az Európai Parlament társjogalkotó a tanács mellett. A jogszabálytervezeteket az európai parlamenti képviselők 2000-nél több módosító indítványt terjesztettek be. 2011. áprilisában az Európai Parlament illetékes szakbizottsága az ECON szavazott a módosító indítványokról, és egyben elfogadta a tárgyalási álláspontját. Már a szavazást követő napon megindultak a tárgyalások, az úgymond trialógus, a tanács, az Európa Parlament és a bizottság részvételével, melyeken ugyancsak Kálmán András